hosszú sarokra hívja fel a társak figyelmét a vendégkapus, azonban a rövidre érkezik a labda, és meg is van a vezető találat. Lőrinc Dániel révén már az 5. percben megszerzi csapatunk a vezetést. A szöglet utáni keveredés során odapattant Lőrinchez a labda, aki közelről egy egészen szép mozdulattal talált a bal alsó sarokba. Ez egy szép meglátás, Hafner, középen pedig kis üres a hosszú oldalon, Lőrinc is ott van, továbbra is nálunk a labda, és gyönyörű! Egyedül fejezi be végül a támadást Hafner. Talán mindenki azt várta, hogy középre passzol, végül azonban játékosunk úgy döntött, hogy egyedül oldja meg ezt a helyzetet. Nézzük! Középre íveli, és gyönyörű szép mozdulattal fejel a kapuba kis Norbert, ezzel pedig meg is van a 3. hazai találat, a 2. félidő 10. percében történik mindez. Tényleg ígéretes volt. Szín keresi a társakat. Kicsun. Szép csel. És még ez is jó. És nem, hogy jó, hát ott van az újabb gól. Gyönyörű szép megoldás volt Kicsuntól. És a jól helyezkedő Sós kiugratása után pedig megszerzi a 4. hazai találatot a 2. félidő 20. percében. Sós Máté pedig annyira figyelt arra, hogy kit hozza a játékba, majdnem eladta a labdát, végül azonban megtartotta és Lőrincet szökteti, ketten is középen, és ott van az újabb gól! Sós, Lőrinc, majd ismét egyáltalán Sós volt a labda útja. Sós Máté nagyot küzdött ezért a találatért, megérdemelte, hogy ő fejezze be.